Sziasztok, sziasztok! Itt a kócos Miharu, és üdvözleteteket a következő hét padapéntekén. Folytatjuk tovább a Maid of Scare-t, és abban elkezdtem gyűjtögetni a hengereket, mert azokat, hogy igazából olyan az a játék legfontosabb része, hiszen az, aki kéne megoldani azt, hogy befolyásolja a világot a sziréndala. Szóval, menjünk is, folytassuk egyébként ezt. Na, kényelembe, törökülésbe helyezem magam. Így, né. Jó. Így, elnézést, egy kicsit így billeg a kamera, de... Egy. Oké. Szóval... Folytassuk, tehát oda tudtam az előző részben, hogy infarktusban haltam meg, ugyanis, mint mindig, természetesen rám jött ez a genyó, és nem tudtam elmenni mellette. Csávó mellett, mert meghallotta, ha lépte. Na az ott, az idegállapotos. Hát itt bajba leszek. Ahhoz, hogy elmentsük a játékot, ide vissza kéne menni, de biztos, hogy nem fogok visszamenni. És hogy hallja meg? Egy picit megsérültünk, lehet látni a képernyő szélén, egy kicsit olyan, hát olyan véreses vagyok, és minél jobban sérült az a karakter, minél jobban... Hallja a lépteid! Megint bebagolt, hihetetlen. Valaki kéne innen szedni. Most itt fog járőrözni végig. Miért megyünk ilyen lassan? Tudom, hogy ezt googolunk, de... Te belassultunk volna ott még jobban. És ott megyünk föl. Na, jó. Oké, na már most nem fog, minél jobban megsérülsz, annál nagyobb zajt csapsz, ki is van írva. Félig a fejem eltakarja meg az a kis ki, a kamera. Úgyhogy... No problem. Na, szerintem most egyébként... Agygörcs! Ha jól tudom, akkor most vagy szerintem ki kéne mennünk a kertbe. Szerintem a kertbe fogunk. Igen, hála Istennek. Valaki hívott, miért is ne. Remélem megoldották a problémát. Nincs elérhető térkép. Nem szedtem össze itt a térképet? Akkor jó, elmentjük. Na, akkor ez lesz az a hely, amit mutatott nekünk az a bigyó. Csak... Nem szereztük meg, ugye? Ami annyira nem rossz, hiszen akkor valahol itt van a cucc. És itt a kutya. Az jó, mert a kutya az segít nekünk. Úgyhogy most nagyon-nagyon-nagyon széjjel fogunk itt nézni. Ahol csak... Követni fogom a csávót. Semmi.
Ideges lett a csend. Mitől? Tök csendben megyek. Ja, hogy ott van ott egy ilyen izé. Ó, még jó, nem mentem bele. Ja, itt lesznek csapdák. Jaj, de jó. Rejtélyes üzenet. Hallani pletykákat a William családról, az elkövetett gonosz tettékről, túl sok körülmény utal arra, hogy egyetlen nem lecsületes emberek. Azoknak a bűnözőknek a vezetője Jebediah Williams, a William család feje, nem holmi szerény halálos emberek, mély zsebekkel, szokatlanok és gyanúsak. Biztos vagyok benne, hogy ők felelősek a Scar sziget körül eltűnt hajókért az elmúlt években. Az egyes hajók szegény elvesztett lelkek, mindössze az ő zsebüket tömte meg. Megfogom a talán a földjükön elrejtett igazságot. A szóbeszéd biztosan tartalmaz némi igazat. Williams család csempészekből, rombolókból és gyilkosokból áll. Lelepezem őket, és jó emberek megismerik majd az igazságot. Ezt valaki írta. Jó! Óvatosan, mert tele van csapdákkal. Ez durva. Jó! Egy, nézni kell a földet nagyon. De itt lesznek ilyen dolgok. Úgyhogy... nagyon szét kell nézni. Húgyos! Nagyon jó. Csak te hiányoztál az életembe! Állj! Így átment a shitnek. A dombin. Na. Jó. Tűz közelébe köhög a csávó, hát esküszöm azt más. Nincs semmi. Ne köhécsálj már! Mi bajod van? Kis tűztől. Megégetik a sérülőt, akkor... Szerintem... de oda kellett elmenni... ezért... itt lesz az egyik henger. Mert itt nem szereztem meg a térképet, és nem az M nincs elérhető, és nem mutatja, hogy hol vagyok. Tehát nem a kertben! Azért jöttem el erről, szép nézzek. Nem lehet bemenni? Persze. Persze. Na. Legelőször... Itt rejtőztünk el, Prudence-nél, az anyának a sírjánál. Viszont... elképzelhetőnek tartom. Lesz itt valami. Én most széjjel kukolunk szépen. Na mi van? Beidegültél? Hát persze, hogy pont arra jön, amerre vagyok. Hát a játék, igen, ezt nagyon szeretek.
Szét akarok nézni. Pont amerre ő megy. Ez az útvonal nekem is jó lesz. Lehet itt van olyan, amit én nem is vettem észre. És ez egy nagyon nagy hiba. Pedig... A színjátékoknál nagyon fontos, hogy színjátszunk. Ugyebár... Lemegyünk a kriptába. Az volt a kedvenc helyem. Hol volt a kutyus? Nincs semmi semmit. Ó, de jó! Nem baj, hát... Akkor arra megyünk. Lemegyünk ide. Nincs térkép. Rajtam kívül itt járkálnak. Nézzem. Vagy fölöttem? Inkább fölöttem hallatszódik ez. Hát... Kérdések, hogy a kertbe... Hogy a... Tevenyerekbe jutok el. Mert ugye itt van egy ketrec. És itt volt a... Csaj... Amint ugye a... Valahol nagyon a föld alatt vagyok, és nincsen. Igen, ezt ugye felfedeztük, itt van egy csomó cucc. És ezt... Nem tudtam megcsinálni. Nem tudom, hogy hol vagyok, de ez itt nagyon kell, mert fel lehet menni valahova. Ezt vajon hogy? Itt én most fölmegyek. Igen. Ezt hogy? Igen, az arra jön, hogy arról jön. Hajj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 
Vagy le kell hozzá a túloldalról mászni. Azt tudom még csak elképzelni. Megnézzük.
Csak erre jön. Meg ott nem mozog. Jó. Oké. Hát arra semmi. És ha mögébe megyek, olyan lesz valami? Tán. Ja. Meg kell oldani. Találni egy térképet. Vagy valamit. Csátom az előszűnni is. Na jó. Tudom, hogy megint itt vagyunk, és ez már a szívás kategória, de szükségem van azokra a hengerekre. Hát akkor... Ez hogy lehet érte? Hogy lehet érte az összeszedni? Amúgy. Itt van annyi csákány. Hát miért nem csapjuk a fejükbe ezeknek az embereknek? Nem is értem. Jó van, hát... Azért nem tudom azt használni, mert már itt ezt használtam. Oké. Akkor legalább jussunk el a kertbe. Hát emlékszem, hogy tényleg ki kellett nyitni. Nincs térkép, hát... Hm.
énekelnek. De ez olyan, mintha a csaj énekelne konkrétan, de rávették volna már az éneklésre. Itt bezzeg nem köhítsel. Hát jó. Mindig semmi. A kertre lenne szükség. Na, figyelj a közvetedre, mert a legyakban ütközés zajt kelthet. Hát jó. Nem látja, hogy éppen akar relaxálni? Oké. Na! Kert! Hála Istennek, végre! Ó, de jó. Nem baj. Emlékeztek, milyen nehéz ott idáig eljutni? Aztán már így egyből itt vagyunk. Bogarak. Vagy mik. Nem baj. És akkor... átverekedjük. Na, ahogy eljutok a telefonhoz, akkor ott túloldalt kell felszedni. Na, az ott korom fekete, tehát oda nem mentem el. Ez már jó jel. És akkor azt, hogy be fogunk tudni menni az előcsarnokba, itt. Az már a földszint lesz, azt hiszem, így erre. És akkor valamire, nem tudom, erre? Akkor a játék, ezt ilyenkor úgy szeretem. Most hol vagyok? Aha. Menj és sétálja. Igen, arra kell menni. Jobbra! Igen. Ez eddig miért nem ment ilyen simán amúgy? Idézőjelben. Nem is értem. Na. És mi nem használtam a térképet eddig. És itt is tin. Elmehettem volna itt, de most nem mindegy. De mi a... Hiba.
Értettétek? Mert hogy én nem, az biztos. Mondtam, ott a szívem! A szívem! A szívem! Mert erre van a izé, amit mondtam, és látom, már ezt belátom, és akkor izé. A kutya fáját. Hát, ha a szívem bírná a terhelést, naponta adnék neki löketet. Nem kéne nekem izé. Hűha, de szép vagy. Nem kéne nekem kávé. Hagyjál már. Azt a... Hú, az biztos bevel. Mi van, mi van? Kutya? Hol vagy? Kutya? Jövök! A nagy kutyi! Jaj! Istenem! Segítek! Ne félj! Ne félj! Segítek! Segítek! Ne félj, ne bántom, nem bántalak! Nézd meg, ilyen csóró kezem van, nézd meg, nem bántalak! Nyugi! Jaj, de cuki! Hello! Segítek, kis haver! Jaj, ne félj! Én segítek, látod? Ne bánts! Elfutott. Boldog kutyusomba! Ránk még nincs hatással. Ez az, amit kell csinálni? Itt kéne venni azt a... Oké. Ez E. Rá van írva egy N. És egy dupla V. Eddig nem tudtam hozzájuk mondani, most már mindegy. És akkor nem tudjuk azt... E. Ja, ott van. Dupla V-t kell. Megvan. Hát Isten császár vagyok, azt kell mondanom. Azt itt valakinek itt, itt fülébe szólt egyfajtában, hát letépném az agyam. Jó! Nagyon jók vagyunk. Szóval... Pincébe ugye nincs, kert... Ez most van. Első emeleten nincs, másodikon lesz itt. És mi mutatott egyet, ahol nem tudom, hogy mi. Úgyhogy most lemegyünk, visszamegyünk és a földszintre. Itt bemegyünk, ahol jöttünk. Csak bele ne lépjünk ilyen izébe, mert... Fújt ki magad! Van, messze vagyunk a lihegéstől, jó? Oké. Megvan egy. Már csak arra kell koncentrálnunk, hogy visszamenjünk akkor, és... megoldani ez a probléma.
Na! Menjél, mert nem jó a kilátás. Aha. Imádom ezt a bugot. Várj, ha be tudom itt bagoltatni, akkor fontosan azt hinni, hogy be van fogva az izé, és nem fulladnék meg. Azért az úgy kemény. Jó. Nem lenne rossz. Megyek egy kört balra. Hogy legyen már nyugtom egy kicsit. Nem volt semmi. Azért itt elmentjük már, csak azért, mert... Szerencsétlenség. Ez nálam is befigyel. És akkor már csak itt és balra is, oké. Ja, itt volt ez a... nyomorék. Kert. Ez már ki van nyitva. Oké. Jó. Nagyon jó. Tehát, már házba vagyunk ismét. Ha-ha-ha. Valami nem stimmol. Abba hagyom. Eskü. Na! Hol vagyok? Ezt nem tudtuk felfedezni, de látjátok, itt már egy megvan, szóval... Jól gondoltam. Balra! Egyenesen. Itt ez zárva van. Why? Pedig itt kéne így, de itt egyszer már ezt már felfedeztem. Tehát, hogy mi van? Nem mentem be. Nem mentem be. Ja, még nincs maga kulcs. De csak be lehet jutni valahogy. De nekünk el kell menni erre, erre a szányra, mert ott lesz a másik henger. Elméletben. Most gondolkozom. Oké. Ó. Aha.
Csak azért nézek el erre. De mi ezek a beakadások? Hallod? És azt még nem fedeztem fel. Hát de... oldani. Ja igen, mert az az ajtó be van zárva ez. Tehát az úgy meg nem pálya. Látjátok? Jó van. Erre nézzünk valami megoldást. Mert erre nem kerestem semmilyen megoldást. Ami viszont nem jó. Sőt, nagyon-nagyon nem jó. És ezt ki kéne derítenünk. Így közösbe. Nem utólag kellett volna most már okosnak lenni. Most már mindegy. De... Peter! Sört kérek. Gondolkozási fázisban vagyok. Mindegy, elnézek ide. Azért. Biftof, ami biftof. Mert a zene szó... Az a... El van barikádolva, de... Az a zeneszoba. És ez itt miért van nekem itt felfedezve? Na, nagyon jó kérdés. Projekt szoba. De jó. Iroda. Itt az iroda, étkező, zeneszoba, ilyen dolgozós. Már nem jó, mert hogy izébe vagyok. Oké. Jó. Szóval. Most ide csaltam. Oké. Okay.
Jó. Elmentem, de gyorsan. És volt itt egy ilyen, de nekünk ez nem kell ugye most. Hanem full egyenesen kéne menni. Ahova ő bement, abba az a keresztes szobába. Beleraknom. A szájába. Valami kulcsot. Ez milyen kulcsot szeretné? Hát én belerakok én. Nem. 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 Nem mindent belerakok. Akkor nem. Más kulcs kell. Kihozhatod, éj a levél. Uraggal, azt mondod. Ez mi? William családi biblia. Ja, értem. Hát a bibliájuk az jó helyen van. Ha csáv, hogy körbe tudod menni, akkor én is. Farkas, megvan. És... mi van ilyenkor? Nem tudjuk, mindegy. Jó! Az eddig nem tudom, hogy most mi van. Mert... értem. Csicsink! Nem tudjuk. Megvan, mindegy, megvan a második hengerünk. Jó, és akkor ez meg mi a te venyereg? Kéne nekem oda egy kulcs, azt meg honnan szerzek? És kitől? Hol egy óra? De amúgy tényleg, kérdésem, az... mi van? Nem megy, mi? Nekem is ilyen imigrénem szokott lenni. Nagyon szét kell nézni. És mit? Mit szeretnél? Mit rakjak? Láttam a kulcsot, de ezt honnan? Jaj, rejtélyek! Itt már nem megyünk le még egyszer. Első emeleten van valami, ami... ott minden fel van fedezve. Ott full ki, az ott full jó. Kert az ott szintén full jó. Pince. Szintén földszinten vagyok most, ugye zárva ez az ajtó is. Azok is. Abban azok majd már kinyitottam, nem? Hát persze, hogy kinyitottam. Biztos van egy kulcs. Amúgy. Kérdés, hogy hol? Ugye? Most...
Nagyon széjjel kukkolunk, hogy... Hápa, csak olyan vak vagyok, mint egy... Földbe döngölt húsánglevél. Na mindegy, van itt egy ilyenem, ami tök jó. Mert van. Ezt tudom nyomogatni. Hát az valami... Csodálatos. Nézzük itt lefelé. Papírok mindenhol. Ami biblia volt. Nem tudom. Rá kell jönni. Azt hogy? Ha! Szent az Nem tudom. Jó van, gondolkozás. Gondolkozás. Igazából szükségünk van akkor erre a kulcs, amit nem találunk. Úgyhogy innen most szépen kitáncikálunk. És akkor igazából egy kotta hiányzik, meg két önizé. Az egyik az tuti az emeleten van, a másik meg a... Mit is írtam? Hogy hívják már? Tudjátok, a padlás. Padláson. Úgyhogy... Úgyhogy... Az a sok vadállat valahol. Jó helyen vannak, én azt mondom. Akkor azt kérdezem, hogy felmegyünk, kimegyünk itt. Ezen az ajtón, és felmegyünk a... Na, ugye erre vannak terelve. Felmegyünk az emeletre. Úgyhogy... Jó! Felmegyünk az emeletre. Úgy, amiket elhagytunk, akkor azok most megvannak. Ahhoz, hogy azt tovább vigyük, szerintem az kell a kulcs. De itt lent, amit tudtam, megnéztem. Még volt a pincében egyébként egy zongora, és az, amit nyomogattam, azt nem néztem meg elég jól. Úgyhogy... igen, a szíves. Na mindegy. Igen. Most hol vagyok? És ezt miért nem ugorja át a csávot? Tehát ha való életben fogod, azt átmászod. De itt nem így működik. Ez nem nyílik. Jó. Igen, ezt megállapítottuk. Valahol egyébként leszettem a szeme erre. Vagy erre? Már nem tudom. Valahol itt lesz egyébként a csajnak a... Ja, itt... ja igen, és nála van a csávon a kulcs van. Te nála van a kulcs. Tökre örülök. Amúgy, igen, ott egy zenélő doboz. És volt valahol itt ilyen menekülős, lenyílós. Aha. Itt. És
Hol vagyok? Ja, úgy így jöttem át. Aha, és akkor oda kéne bevenni, és kéne... De hozzá kéne a kulcs. És hogy kéne... Arra elmegyünk. Ennyi. Mert arra ugye kell a kulcs. Ezt máshol nem tudsz menni. Mert itt zsák utca van. Ahhoz kell a kulcs. Itt meg van egy szoba. Meg itt egy ilyen izé. Hát jó van. Eléggé le vagyunk sebezve. Van három ilyen bigyónk. Nem baj, még annyira nem vagyunk le sebezve. Üsse kavics. Nem problémó. Gyilkos. Hát fasza. Azt az a... A szívem. Az most merre van? Milyen léptei vannak? Hagyjál már békén! Ez átgyul az ajtón! Vagy a lukon? Vagy mi ez? Azt mekkorát ütött? Te jó úristen! Most be! Jön. Ezt nem látom. Oké. Okay. Nyisd ki! Nyisd valamit, nyissál ki! Mentési szoba! Könyörgöm! Hála Istennek! Ebben a szoba, hogy nem tud bejönni, ugye? Ennél tökéletes, hogy így járok, ez akkor is letépi az arcom, hogy te ha tetszik, hanem. De milyen léptei vannak már a csávónak? Vágod? Hello! Jó, hol vagyok? Te jó úristen! Én nem fogjuk folytatni a következő epizódot. Szerintem elég eredményes volt a mai nap, úgyhogy nézzük és tekintsük át, hogy mit láthattunk. Szerintem nagyon jó volt ez a rész. Tehát kijavítottuk a hibákat, annyi még van, hogy ugye meg kell még egy pár dolgot szerezni, de szerintem ez már itt lesz a felső emeleten, és ilyen Mr. Hulk követ minket, úgyhogy csodálatos. A lényeg az, hogy
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek. Ha még úgy vagy a csatornán, és tetszett, amit láttál, akkor kérlek, ne felejtsd el feliratkozni a csatornára, ha még szeretnél több ilyen videót látni, és ugye a kis csengő nélkül azt érdemes benyomni, hiszen akkor nem küld anélkül értesítést a YouTube arról, hogy bármilyen videót feltöltöttem. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, megnézted, úgyhogy találkozunk következő hét parapéntekén, és még egyéb más videókkal fogok majd szolgálni a hét folyamán, amint lesz időm, de a péntekek azok szabad, biztos, hogy lesznek, ha megint nem történik természetesen olyan csodálatos baleset, mint múltkor. Na mindegy, tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és megnézted, találkozunk majd, sziasztok!